összefogás. Utolsó szakaszába ért az a páratlan összefogás, ami Pecsét István megsegítésére bontakozott ki. Bíró, a moszkvai A-csoportos jégkorong világbajnokságon fújhatja a sípot a dunaújvárosi Gebei Péter játékvezető. Futszál, bemutatták az együttes új pólóit, amelyekkel a csapat Dunaújvároshoz való kötődését kívánja szimbolizálni. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Dunaújváros televízió híradóját látják. Utolsó szakaszába ért az a példátlan összefogás, ami Pecsét István megsegítésére bontakozott ki. A jótékonysági foci és az after party is nagyszerűen szolgálta a célt, és komoly összeg, 659.500 forint gyűlt össze István javára. István, szeretném, hogy ezt a betegséget gyógyítására. Az eddig példanélküli összefogás eredményeként mintegy 660.000 forintot gyűjtött össze a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és partnerei Pecsét István gyógykezelésének finanszírozására. Az összeget ünnepélyesen át is adták. Maga a sportrendezvény már közel 450.000 forintot be tudott hozni, ez köszönhető volt a részvevőknek, köszönhető volt a magánszemélyeknek, rengeteg magánszemély segített ebben, valamint köszönhető volt a rengeteg értékes relikviának, amit felajánlottak, sokan félve őrzött nagy becsben tartott kincseiket ajándékozták, vagy ajánlották föl a cél érdekében. Rengeteg dunaújvárosi és környékbeli magánszemély és cég adakozott a beteg részére, hogy mielőbb megkezdhesse az életmentő beavatkozást. Istvánék már az utat szervezik, mondhatjuk, hogy a történet a cél egyeneséhez közeledik. Én nagyon bízok benne, hogy ebben a hónapban, áprilisban ki tudok menni, és hogyha minden jó, akkor olyan 4-7 és 7-7 közé tehet a dologba, és olyan maximum másfél hónap múlva visszajöttek, de másfél hónap múlva gyógyultan fogok visszajönni, úgyhogy legyőztem ezt a rákot, úgyhogy ebben biztos vagyok. A példaértékű összefogásnak több tanulsága is van, de talán az egyik legfontosabb, hogyha a lehetőségek adottak, akkor nincsenek megvalósíthatatlan célok, hiszen közel 3 hónap alatt összegyűlt 10 millió forint. Arra hívnám föl mindenki figyelmét, hogy figyeljünk egymásra, és amennyire tudunk, segítsünk. Mi a lehetőséget ezen az alapítványon keresztül úgy gondolom, hogy meg fogjuk adni, hogy a továbbiakban is, aki szeretne más rászorultakon segíteni, a jövőben is tudjon. Ennek a módját mi majd továbbiakban is lehetővé fogjuk tenni. Pecsét István gyógykezelésére sikeresen összegyűlt a szükséges összeg, és a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány a későbbiekben is támogatja a rászorulókat. Járdakorszerűsítés, kátyúzás, belterületi utak és parkolók felújítása. Tavasszal folytatódnak ezek a korábban már megkezdett városfejlesztési munkálatok. Az idei évben a városvezetés több mint 200 millió forintot költ az úthálózat fejlesztésére. Járdát építenek a Martinovics utcában a DVG ZRT munkatársai. Az új szakasz várhatóan egy héten belül elkészül, és mintegy 5 millió forintba kerül. Az építkezés a járda felújítási programnak köszönhetően valósult meg, amelynek lényege, hogy minden dunaújvárosi körzet 10 millió forintot kapott a gyalogutak korszerűsítésére. A márciusi közgyűlés elfogadta a járdafelújítások harmadik ütemét is, így idén 100 millió forintos költségvetésből kaphatnak új burkolatot a járdaszakaszok városszerte. A Martinovics utcában és a Fáy András utcában egy-egy új járdát építünk, ugye ezek teljesen új járdák, nem meglévét újítunk fel, hanem egy teljesen új járdát készítünk. A körzet képviselőjével egyeztetve, továbbá ugye önkormányzati megrendelés alapján, ugye ezek mind a nagy járdafelújítás keretében voltak. Tavasszal a járdafelújításon kívül folytatódik a kátyúzás, továbbá a belterületi utak parkolók korszerűsítése is. A felújítások önkormányzati forrásból valósulnak meg. Rengeteg belterületi utat újítunk fel, ugye elég sok útbeszakadás volt a márciusi hónapban. Ugye a Vasmúton, az Ady Endre utcai kereszteződés előtt készítettünk el egy nagyobb 150 négyzetméteres beszakadásnak a kivitelezését. A márciusi közgyűlésen a városvezetés 83 millió forintos költségvetésből több útszakasz javítását rendelte meg a DVG ZRT-től.
Továbbá 15 millió forintos támogatást is nyert a város egy pályázat által útfelújításra. Ehhez még ugyanennyit tesz hozzá az önkormányzat, így összesen több mint 115 millió forintból újul meg a városi úthálózat. Dunaújvárosi bíró a világbajnokságon. A moszkvai A-csoportos jégkorong világbajnokságon a világ 16 legjobb csapatát felvonultató tornán fújhatja a sípot a dunaújvárosi Gebei Péter játékvezető. A világbajnokságon olyan csapatok mérik össze erejüket, mint Kanada, az Egyesült Államok, Oroszország, Csehország, de a magyar válogatott is kiharcolta a részvételi jogot. A világbajnokság április 29-én kezdődik. Az osztrák bajnokság után április végétől a világ legjobb 16 csapatának mérkőzésein is fújhatja a sípot a dunaújvárosi Gebei Péter játékvezető. A korábban városunkban jégkorongozó bíró elmondta, hatalmas elismerésnek tekinti, hogy a világ élvonalában vezethet mérkőzéseket. Igazából nagyon büszke vagyok rá, hogy így a városból eljutottam ideig, hiszen a jégkorongot is itt kezdtem, és most mind dunaújvárosiként tudok kikerülni egy világbajnokságra, ami a csoportos és az elit VB-re. Tehát azt gondolom, hogy ebből kifolyólag óriási munka van mögöttem, mint ahogy már előzőleg csináltátok ezt a riportot pár hónappal ezelőtt, akkor még csak reményeim voltak rá, hogy kijutok. Így viszont most már ott vagyok a sikerbe, ott vagyok a siker kapujában, most már csak meg kell lépnem azokat az ottani akadályokat majd, amik még tovább visznek, úgyhogy egyelőre csak boldog vagyok, de szerintem talán még fel se fogtam igazán, hogy hova kerültem. Hozzátette, a Nemzetközi Szövetség szakemberei egész szezon során figyelik a jégkorongjátékvezetők teljesítményét, és végül csak a legjobb 16 bíró kerül be a VB-n szereplő csapatba. Mint azt Gebei Péter elmondta, legutóbb a szaporói olimpiai selejtezőn vezetett nemzetközi mérkőzést és az ottani munkáját rendkívül jól értékelték. Többek között ennek alapján kapta meg a lehetőséget arra, hogy részt vegyen az A-csoportos VB-n. Gebei szerint bár nagy kihívás egy ilyen torna, bizonyos szempontból könnyebb az ilyen szintű játékosok meccsét vezetni. Egy világbajnokságon mindig könnyebb, hiszen a szabálykönyv alapján fújunk, ami le van írva, mindennek úgy kell történnie. Míg egy bajnokságban, amikor az ember 70-80 mérkőzést fúj, ott már az ember már ismeri a játékosokat, tudja, ki a játékmixer, ki a verekedős, ki a kicsit húzósabb játékos, velük már úgy viselkedik, viszont itt mindenki egy tiszta lappal indul, egy tiszta játékra kell ösztönözni őket, mindenki profi, akivel szemben állunk. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb dolgunk lesz. Elmondta, legutóbb 34 évvel korábban képviselte bíró a legjobbak között Magyarországot. Ekkor Sell László jutott lehetőséghez, ám ő vonalbíróként. Gebei Péter tehát az első magyar vezető bíró az A-csoportos világbajnokságok történetében. A tavaszi jó idő közelettével egyre többen ülnek fel újra a téli hónapokban nem használt kerékpárjukra. A tavaszi átvizsgálásuk mellett azonban fontos, hogy a kerékpár az előírásoknak megfelelő felszerelésekkel is rendelkezzen. Hát egy ilyen fény produkál. Hát ez föltűnő, tehát ez abszolút látható. Egy hátsó lámpát mutat Herceg Ferenc, az egyik dunaújvárosi kerékpárüzlet tulajdonosa. A világítás is egyike azoknak a felszereléseknek, amelyeket a jogszabályok egy kerékpáron kötelezően előírnak. Ezek mellett még egyéb a láthatóságot, észrevehetőséget segítő tárgyal is rendelkeznie kell egy kerékpárnak a közúti közlekedésben. Legelőször is ugye kell a kerékpárra egy hátsó vörös prizma, kell rá előre egy fehér, kell a jelenlegi jogszabályok szerint az első kerékre 2 darab küllőprizma, és ezen felül kell egy első és egy hát színébe ugye megfelelő hátsó piros első fehér világítás. Plusz, amit még elvárnak egyébként, az egy csengő. Mint mondta, mindezek beszerzése együttesen akár mint egy 3000 forintból is megoldható. Hozzátette, az első tavaszi kerékpározások előtt tanácsos szervízben átnézetni a kerékpárt. Mindenképpen javaslunk egy átvizsgálást tavasszal elvégezni a kerékpáron, ami nem biztos, hogy bonyolult, és nem biztos, hogy nagy összegbe kerül, kiterjed, de mindenképpen nagyon fontos, hogy a saját biztonságunk érdekében a fékekre, a hajtásrendszerre, természetesen ez magába foglalja a gumit és a kerékpár egyéb haladáshoz szükséges tartozékait.
Hát ezeket nem szabadna kihagyni, és nem is túl nagy összegbe kerül egyébként. Hangsúlyozta, a tél folyamán számos apróbb károsodás érheti a kerékpárt, amik bosszúságot okozhatnak, ezért ajánlják az átvizsgálást. Hozzátette, azok számára, akik nem csak hobbiból, hanem munkába járáshoz használják bicikliüket, ezért sötétben is gyakran kerékpároznak, mindenképpen tanácsolják legalább egy helyzetjelző fényt biztosító kerékpárlámpa felszerelését. Mint mondta, ma már a gyártók széles palettán kínálnak különböző fényerejű lámpákat, és az egyszerűbb darabok is biztonságot adhatnak az esti közlekedésben. Sajtótájékoztatót tartott a közelmúltban a felújított kempingben a Dunafer DF Renalpin FC futsal csapata. Az eseményen bemutatták az együttes új pólóit, amelyekkel a csapat Dunaújvároshoz való kötődését kívánja szimbolizálni. A sajtótájékoztató után a csapat a kemping új szaunáit is kipróbálhatta. Jópofa pólók meg pulóverek voltak, és az volt rájuk írva, hogy Dunaújváros. Már a csapat új pólóiban és pulóvereiben tartott sajtótájékoztatót a Dunafer DF Renalpin FC vezetősége a teljesen felújított kempingben. Az esemény után az együttes bográcsozást tartott, és az újonnan átadott szaunákat is kipróbálhatta a DVG ZRT jóvoltából. Nagyon bízom benne, hogy a városlakók épp úgy, mint a mai napon a sportolók, igénybe veszik ezen szolgáltatásunkat. A csapat vezetőedzője Fehér Zsolt több szempontból is fontosnak tartotta a kempingben rendezett eseményt. Nagyon jó felfrissülés ez a játékosoknak, egy jó csapatépítő tréning is ez egyben. Tudunk egy finom bográcsgulyást megenni utána, és mindenféleképpen szeretünk hozzájárulni azokhoz a dolgokhoz, amik építik ezt a várost. Mint azt Zemankó Zoltán, a futsal csapat operatív vezetője elmondta, az új ruhákkal az együttes Dunaújváros iránti elkötelezettségét kívánja hangsúlyozni. Dunaújváros futsal csapata vagyunk, és ez kulcs szó ebben a két szóban a Dunaújváros. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy Dunaújváros hírnevét öregbítsük. Tesszük ezt mi a sporton keresztül, és tesszük ezt most úgy is, hogy találkozott a mi elképzelésünk egy helyi vállalkozó elképzelési ötletével, gondolatával, aki rajtam is látható pólókat, pulóvereket gyártja és készíti. Budavári Árpád, a csapat stratégiai vezetője elmondta, a bajnokság szünetében a szauna ideális az együttes felfrissüléséhez, feltöltődéséhez az edzések között. Azt gondoljuk, hogy ez most visszakerült a dunaújvárosi emberekhez ez a kemping, mert ez a szaunapark aztán végképpen mindenki lejöhet és látogathatja és élvezheti és kellemes időket tölthet itt el. És hát nekünk meg most bajnoki szünetünk van. És hát az ilyen helyzetek a regenerálásnak kedveznek. Lejöttünk, megnéztük, megtetszett, felajánlotta a DVG ZRT vezetője, Mádai úr lesz nekünk, és örömmel éltünk vele, ugye az egyik apropó, hogy ezt az új helyet mi is belakhatjuk itt városi csapatként. A Dunafer DF Renalpin FC futsal csapata következő, egyben az alapszakasz utolsó mérkőzését április 4-én hétfőn játsza a Göcsej SK vendégeként Zalaegerszegen. Az már korábban eldőlt, hogy a dunaújvárosiak a 4. helyen zárják a bajnokság alapszakaszát. Hétfőn napos, gyengén felhős és csapadékmentes időjárás várható, tovább erősödik a nappali felmelegedés, 21 és 26 fok valószínű délután. Következnek főbb híreink, még egyszer, röviden. Összefogás. Utolsó szakaszába ért az a páratlan összefogás, ami Pecsét István megsegítésére bontakozott ki. Bíró. A moszkvai A-csoportos jégkorong világbajnokságon fújhatja a sípot a dunaújvárosi Gebei Péter játékvezető. Futszál. Bemutatták az együttes új pólóit, amelyekkel a csapat Dunaújvároshoz való kötődését kívánja szimbolizálni. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.